koronavírus kissé átírta az idei év programját, néhány hete végre elkezdődött az atléták várva várt szabadtéri szezonja. Ahogy a versenyek időpontja, úgy sportolóink felkészülése is megváltozott. Középtávfutó klasszisunk Kazi Tamás viszont a monoton futóedzések helyett gondolt egyet, és egy Amerikában rendkívül népszerű edzésmódszert vezetett be, amely nem csak az ő fejlődését szolgálja. Itthon én megszoktam az évek alatt, illetve a karrierem során, hogy nagyjából egyedül edzem és egyedül csinálok mindent. Hébe-hóba mindig volt egy-két ember, aki úgy tudott csatlakozni hozzám, de elég gyorsan lemorzsolódtak, vagy csak egész egyszerűen sajnos kevés a minőségi atléta vagy középhosszú távfutó, és akik vannak, azok is gyakorlatilag ugye szerte az országban a különböző klubokban, egyesületekben. Beszéltem ugye itt a szakosztályvezetővel, Babi nénivel is, és a srácokkal, és arra jutottunk, hogy mi lenne, hogyha én, mint rutinróka, és már rengeteget látott és tapasztalt atléta, mondjuk edzen a fiatalokkal, és akkor gyakorlatilag ugye ennek egy olyan hatása lehet, hogy van egy kis segítségem, jönnek az ifjú titánok, és próbálnak velem meccselni, még azt se bánom, hogyha megelőznek, persze azért nem adom olyan könnyen magam, és engem tudnak húzni, nem vagyok egyedül, van egy kis motiváció, meg van tervezve az edzés előtt, már az előző napokban is, vagy akár hét elején lefixáljuk, jelzem feléjük, hogy mondjuk én hogy tervezem a hetemet, milyen edzéseket szeretnék csinálni, mi fog dominálni, és hogy nekik mire lenne szükség, és aztán ezt így összehangoljuk. Sprintereink Kovács Dániel, Vágó András és Varga Dániel pedig örömmel csatlakozta a klasszisunkhoz. A középutat keressük, ugye ő egy másfajta munkát végez alapból, meg én is, de mindig megtaláljuk azt, ami neki is segítség lehet, és nekem is segítség lehet, de hát nyilván ugye hozzáigazodunk, úgyhogy mindig azt próbáljuk csinálni, ami neki legjobban segít, és hát igazodunk hozzá, amiben lehet. A Tomival nekem a szerencsém volt ahogy dolgozni a sérülése után, a rehabba kicsit segítettünk, és igazából nagyon szívesen segítünk egymásnak, és nekünk is sokat segít Tomi profizmusával, meg a sok tapasztalatával, mert olyan dolgokat tudtunk tőle tanulni, hogy eszméletlen. És a közös munka is tényleg csodálatos, mert inkább sebességi munkát végez, ami nekünk jó, 200-400-asoknak. Sokat kérdezgetnek az elmúlt évekből, ugye, hogy legjobb edzéseim, hogy sikerültek, miket csináltam, milyen egyéni csúcsokat futottam edzéseken, világversenyek hangulata, milyen tapasztalataim voltak, milyen világklasszisokkal versenyeztem együtt, vagy akár találkoztam a versenyeken. Nagyon jól össze tudunk dolgozni, tehát függetlenül attól, hogy ki mire készül, milyen távra. Most már ilyen finom hangolás zajlik, tehát itt most már úgy rakom össze, egyre kevesebb a nagyon hosszú futás, most már inkább ilyen kicsit pörgősebb, rövidebb, intenzív edzéseim vannak. Elsőre úgy tűnik, hogy egyszerű futásokról van szó, ugyanakkor Kazi Tamás igazi vezérként továbbra is korát meghazudtoló tempót diktál, amelyet van, hogy a fiúk is nehezen bírnak. Azért elég nehéz hozzá felzárkózni, nyilván igyekszünk, hogy a lehető legjobb segítséget nyújtsuk neki. Ez általában úgy szokott zajlani, hogy akkor mi egy kicsit többet pihenünk, kevesebbet csinálunk abból, amit ő csinál, és akkor nyilván amibe beszállunk, azt igyekszünk maximálisan megcsinálni, hogy tudjuk húzni őt is. Tomival nagyon nehéz a lépés, általában úgy szoktuk, hogy én kiadjak egy-egy futást, és nekem hosszabb a pihenő, és akkor tudok neki is segíteni, meg nekem is jót tesz, mert ahhoz képest tényleg erős a tempó vele. Egy ilyen nagyon-nagyon kellemes ilyen versenyszellem, vagy ilyen versenyhangulat alakul ki. Nem nagyon rivalizálunk itt egymással, vagy ilyesmi, tehát mondom, húzni próbáljuk egymást az edzésen. Nagyon motiváló hatással vagyok rájuk, és már önmagában a tény, hogy mondjuk van köztünk elég komoly generációs különbség, tehát azért itt 10-15-20 év kor különbségről beszélgetünk, tehát azért valahol szerintem bennük van az is, hogy csak mutassuk már meg, hogy azért itt lehet, hogy 35 éves, de hát én meg itt szétrobbanok az erőtől 21-22 évesen, azért ne fusson már le engem itt az öreg. Bennem meg pont az ellenkezője, hogy na, majd én most csak azért is megmutatom nekik, hogy mit tudok még, és van azért itt erő a motorban. A kőkemény módszerbe belefektetett munka és az ezzel járó fájdalom viszont láthatóan megtérült, hiszen futóink időeredményei napról napra jobbak. Bőve egy hónap edzés van a lábomba, és mégis eléggé látványos ez a fejlődés, mert amikor elkezdtem, ez sokkal lassabb volt, sokkal nehezebben mentek, kevesebb darabszámot tudtam megcsinálni, most már egy-két edzés olyan Tominál, hogy majdnem végig tudom vele futni, nyilván azért
világklasszis futóról beszélünk, tehát elég nehéz hozzá felzárkózni, de igyekszem, és tényleg sokat segít a munkámban, és remélem én is az övében. Nekem nem volt semmis versenyem a vírushelyzet miatt, de úgy érzem, hogy egy jó formában vagyok, és ezt köszönöm Tominak is. Az edzéseken futott idők azok már előre jelezték azt, hogy én nagyon jó állapotban vagyok, illetve amióta már bent olyan edzés pályán minőségi munkát végezni, azokból már le tudtam szűrni, hogy tudom folytatni azt, amit vagy ahol befejeztem mondjuk a fedett pályás időszakban, ugye ahol egyéni csúcsot is értem el, és soha rosszabb kezdést, azt mondom, pontosan 2009-ben, azaz 11 évvel ezelőtt futottam egész karrierem során egyetlen egyszer ilyen 1:47-es időt első versenynek, tehát szezonnyitó versenyen, úgyhogy azt gondolom, hogy elég biztató. Az edzések mellett most már itt a lehetőség, hogy téthelyzetekben is bizonyítsanak a fradisták. A rendkívül sűrű versenyprogramnak köszönhetően akár heti 2-3 versenyen is ott lehetnek az FTC atlétái, hogy aztán augusztusban, a nyár egyik legjobban várt sportági eseményén, a 125. országos bajnokságon meg se álljanak a dobogó tetejéig. És a Tetrekészség támogatója a Telekom.